békesség. Szép jó reggelt, azt hiszem még jó reggelt. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt Önököt Szárszón. Kavecsánszki Ádám vagyok, igyekszem tehetségem szerint ma vezetni ezt a beszélgetést. Megtisztelő a meghívás, a Fidesz pártalapítványának, a Polgári Magyarországért Alapítványnak a csapatát erősítem főállásban. Egyébként egy sárospataki számomra nagyon kedves fiatal szervezet, egyesület, a Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállásért Egyesület munkáját is segítem, és ma ebben a pozíciómban veszek inkább részt ezen a beszélgetésen, semmint a pártalapítvány munkatársa. És akkor engedjék meg, hogy én is szeretettel üdvözöljem köreinkben a kerekasztal beszélgetés résztvevőit, és rögtön hogy beszélgetésünk vehessen egy irányt, én már kérdeznék is. Mindezt úgy tenném, hogy mindenkihez személy szólóan egy pici bemutatkozást is csatolnék, de az első körkérdésem azzal lenne kapcsolatos, hogy picit a személyes indítatásotokról beszéljünk, ami a hit és az egyén kapcsolatát jelenti. Mégpedig abban, ugye hát, hogyha kerekasztal beszélgetésünknek a címét nézzük, abban egyetérthetünk és már is megállapodhatunk, hogy mindannyian, talán a közönség is egyetért velünk, fiatalok vagyunk, vagy inkább a fiatal generációhoz tartozunk. Viszont engem nagyon érdekelne, hogy hogyan viszonyultok a hithez, és a hit kérdéséhez is magányoz a keresztény demokrata világszemlélethez, és akkor államtitkár asszonyhoz fordulok, kiváló, a magyar kormány kiváló helyettes államtitkárát, dr. Illés Boglárkát üdvözlöm, és találtam tőle egy olyan gondolatot, ami Szárszóhoz is nagyon kapcsolódik, és én hiszem azt, hogy nem csak a bárkatáborokra igaz az, amit ő megfogalmazott, hanem itt a szárszói találkozóra is, mégpedig akkor most egy picit átírom, amit ő mondott, a szárszói résztvevők Istenhez vezető iránytút is kapnak ezen a találkozón, amelyet, ha megőriznek, egy életen keresztül lehet segítség a számukra. A bárkához horgony is kell, itt olyan horgonyt tudnak megszerezni, ami erősíti a lelküket, igazán szép gondolat, és akkor Illés Boglárkának adom át a szót. Honnan a személyes indítatáshoz? Milyen a kapcsolatod reformátusként a hittel? Ádámmal megállapodtunk a beszélgetés elején abban, az ő felvetése volt, hogy Boginak fog hívni, úgyhogy én most Bogiként válaszolok, és kevésbé helyettes államtitkárként. Hogyha humorral kezdeném, akkor úgy is fogalmazhatnék, vagy azt is mondhatnám, hogy mielőtt ide megérkeztem volna, felmerült bennem is az a dilemma, hogy 9:30 jó reggeltel, vagy jó napottal érdemes üdvözölni a jelenlévőket, és például a református vallás ezt a dilemmát is feloldja, úgyhogy én áldás békességgel köszöntenék most itt mindenkit. Egyébként, hogyha a viccet félreteszem, bár szerintem ennek azért megvan a komolysága is, akkor én azt mondhatom, hogy nekem az identitásomnak a része, és ezért hálás is vagyok, vagy hálás is lehetek. A nagymamám engem megtanított imádkozni, és nem csak megtanított, hanem megmutatta az imádság erejét is. Én a Mátészalkáról származom, neveltetésemet tekintve egy vallásos családban nőttem fel, de önmagában talán ez is kevés lenne, hiszen hogyha a teológia alapjait megismeri, vagy az elméletet megismeri egy gyermek, vagy egy fiatal, akkor ez nem biztos, hogy közelebb viszi őt valamilyen valláshoz, vallás irányzathoz, vagy a hithez. De én ezt a gyakorlatban is megtapasztalhattam, hiszen olyan lelkészek, olyan segítők vettek körül, olyan közösségben fogalmazhattuk úgy is, hogy szocializálódhattam, ahol a mindennapok során nem csak az imádság, hanem a hit erejét is megélhettem és tapasztaltam. Szerintem mindenkivel történnek olyan dolgok, vagy mindenkinek vannak olyan pillanatok az életében, amit, hogyha előre eltervezett volna, akkor sem történhetett volna jobban, mint ahogy az adott pillanatban történt, és nem is biztos, hogy azt a jelenben érzékeljük, valamikor, már pár év múlva, hogyha visszatekintünk arra a pillanatra, ezt akkor láthatjuk, vagy érzékelhetjük, és nekem is voltak ilyen pillanatok az életemben. Hálás lehetek azért, mert amikor ezeket a pillanatokat én megéltem, akkor ezekre tudtam úgy tekinteni, hogy isteni áldásnak köszönhettem, hogy abban a pillanatban az történt, ami. Tehát ilyen szempontból mindenképpen, vagy ilyen szempontból is hálával tartozom a hitnek, vagy a hitemnek.
Én Sárospatakra járhattam középiskolába, megvolt a választás lehetősége a számomra, református középiskolába jártam és járhattam, tehát ott is gyakorolhattuk is a vallást, és feltehettük azokat a kérdéseket, amire adott esetben ez a konferencia is lehetőséget biztosít, hiszen minden fiatalnál vannak olyan felmerülő kérdések, hogy az életvezetésben miért jó, hogyha a vallás előírásait, vagy a vallás által meghatározott szabályokat követem, nem követem, milyen előnyökkel, hátrányokkal jár. Ezeket érdemes megvitatni, ezeket a dilemmákat érdemes feltárni, és szerintem ez mind-mind oda vezet, amikor kialakul az embernek az értékrendje, különösen kamaszkorban, és utána ezen keresztül tud válaszolni, vagy bizonyos kérdéseket önmagának is feltenni. Köszönöm szépen, és tovább haladva beszélgető partnerünk bemutatásán, akkor Böszörményi Nagy Gergelyhez fordulok, akit sokféleképpen be tudnánk mutatni, de én választottam egy olyan idézetet, amit nem olyan rég a Szászói találkozóval kapcsolatban, egy interjúban mondtál magadról, önmagad jellemzésére. Elsősorban közösségépítő vagyok, aki tehetséges magyaroknak igyekszik eszközöket adni a boldoguláshoz. Nagyon szép bibliai hasonlat, hal helyett hálót. Korom előre haladtával a keresztény hitem belül egyre fontosabb lett számomra a markásan református identitás. A kérdés ugyanaz Gergőhöz is. Honnan ez az identitás? Milyen a te egyén és a hit szerep? Köszönöm szépen a meghívást. Én jó reggelt el akartam köszönni, de jobbtól nem szégyen tanulni, úgyhogy áldás békesség. És hadd legyek nagyon rövid, mert eléggé kelletlenül beszélek magamról, aminek az az oka, hogy nem túl izgalmas ez a személyes történet. Nekem nagyon könnyű dolgom volt. A családomban a férfiak reformátusok, Szilvásváradon kereszteltek, és Szabó püspök úr gyülekezetében konfirmáltam, ami nem csak spirituális, de intellektuális értelemben is egy életem egyik meghatározó ténye. És aki egy református apánál apa mellett szocializálódik, és Szabó püspök mellett tanul meg gondolkodni, meg a világról tájékozódni, az próbáljon meg utána nem reformátusként élni. Köszönjük szépen. Úgy tűnik, hogy eddig mindannyiunknál a családi környezet, vagy a nagymamák is meghatározóak voltak. Tovább fordulok, és szeretettel üdvözlöm Bella Pétert is, akinek egy régi önmeghatározását, hitvallását fogom most felolvasni, aztán elmondja, hogy ez mennyire igaz még a mostani életére. Ő így vallott önmagáról, első generációs református vagyok, főállásban is ezt tűzöm, egy nagyvároshoz kötődő missziós gyülekezet lelkészeként. Nem csak keresztény életet szeretnék élni, de életszerű kereszténységet is. Politikai álláspontom jelenleg cinikus. Az élet más területein van szépség és remény, komolyan. Péter. Ezt nagyjából működik. Ezt körülbelül 8 évvel ezelőtt egy közélettel foglalkozó egyházi református blog bemutatásánál írtam. A politikai résznél már nem mondom azt, hogy cinikus, inkább újra gondoló, inkább emberközelés, inkább az ember oldaláról gondolkodó. A többi viszont teljesen működik, és itt a kérdéshez kapcsolódva azt emelném ki, hogy ebben különbözök is itt az előttem szólóktól, hogy én tényleg első generációs református vagyok, ami azt jelenti, hogy 15 éves voltam, amikor egy 10 emeletes házban pár srác együtt nőttünk fel, és az egyikünk konfirmált, és ő elkezdett ifire járni, és elvitt minket, négyünket, többieket is, és akkor találkoztam először a református gyülekezettel, amelyik befogad, amelyik szeretni tud, amelyik egy 14-15 éves fiatalnak olyan értékeket tud mutatni és adni, amit lehet, hogy addig csak távolról látott, bár én egy nagyon, nagyon jó nevelést kaptam édesanyámtól, tehát nem ez a rész hiányzott. Na, lényeg, hogy egy gyülekezetben ezt megtapasztaltam, a következő lépés pedig Jézus Krisztus volt.
azzal az Istennel találkozni, aki engem szeret, aki én értem saját magát is adta, és innentől kezdve fordult meg minden. Konfirmáltunk, és jött a teológia, és hát lelkipásztorként dolgozom. Első generációs református vagyok, én kaptam, és megtanultam, és egy ajándék nekem, hogy ezt a nyelvet beszélhetem az életemben, mint keresztény ember. És még annyit tennék hozzá, hogy remélem, hogy nem az utolsó generációs református leszek, tehát szeretném ezt tovább is adni majd a későbbiekben. Köszönöm szépen. Érdemes itt a bemutatkozások zárásaként megjegyezni még egyszer a gondolatodat. Nagyon szépen fogalmaztál, nem csak keresztény életet szeretnék enni, de életszerű kereszténységet is. Bízom benne, hogy ezzel mindannyian így vagyunk. És a témánk felé kanyarodva volt egy nagyon szép leírása itt a szászói találkozónak. Itt a felkérő levélben olvastam egy olyan mondatot, ami kapcsolódik a mi témánkhoz, és így a fiatalok irányába is kanyarítanám a beszélgetést. Mégpedig, hogy ma az okostelefonok, közösségi oldalak, celebek, vloggerek, posztok, lájkok, szívecskék, dühítő emojik világában élünk. A valóság és a közösség is kvázi már mást jelent ma, mint egykoron jelentett. A kérdésem az hozzátok, mi a véleményetek arról, a 21. században tényleg eltűnt a lényeg, Isten és az ő képmására teremtett ember, illetve ezzel kapcsolatban szerintetek mik azok a témák, amik most fontosak a fiataloknak? És akkor valamiért Gergő felé mutatott Bogi, úgyhogy én elfogadom ezt a iránymutatását. Jó, akkor leszek én a troll, meg a provokátor. Azt hiszem, hogy valahogy így képzeltük bátran. A szervezők is, gondolom. Ha nem, akkor bocsánat. Szerintem ez egy pogány mondás. Az, hogy ma már nincs jelen Isten, hogy a közösségek nem léteznek, hogy a világ alapjában megváltozott, ez egy hitetlen megállapítás. Nagyon fel tud bosszantani. Tehát ez egy destruktív, a panaszkultúrát tovább építő, meddő, haszontalan cselekvésre semmilyen módon nem sarkalló megközelítés. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy ebből azoknak az egyházi közösségeknek, ahol ez dominál, és ahol ez a kultúrpesszimizmus uralkodik, ki kell jönnie. Mert ezzel nem jutunk semmire. Meg egyébként, ha ez számít, nem is igaz. Tehát, ha megnézzük, ha az ember a saját... Bocsánatos bűn az, hogy mindenki a saját élettapasztalatából indul ki, meg esetleg abból, amit még az egyen fölötte járó generáció elmesélt neki. Ez rendben van. De ha nagy megállapításokat akarunk tenni a világról, akkor nem baj, hogyha egy kicsit szélesebb időhorizontot vizsgálunk, és ott azt látjuk, hogy valójában az emberi természet, és ennél fogva az emberi természettel kapcsolatos dilemmák, kihívások, azok az elmúlt 130 ezer évben nem változtak érdemben. Ez az egyszerű magyarázata annak, hogy a görög drámák olyan időszerűek ma, mint a születésük idején voltak. Mert ugyanazokat a karaktereket megtaláljuk benne, amit megtalálunk a mindennapjainkban. Ugyanazokat az erkölcsi dilemmákat megtaláljuk benne. És természetesen nem kell megállni a görög drámáknál. Az, hogy van egy időtlen könyv, amihez mindig vissza tudunk nyúlni, amikor iránymutatásra van szükség, annak az az oka, az időtlenségének az az oka, hogy az egyenletben sok minden változhat, de az emberi természet, illetve a jóisten, az két stabil pont ezen belül. És pont ezért azt gondolom, hogy a keresztények és ezen belül a reformátusoknak az elhívása, a kötelessége, a felelőssége se változik. Tehát mi küzdünk kisebbségből, de optimistán. Ez volt a dolgunk. Eddig is ez a dolgunk. Ma is ez lesz a jövőben is. És én azt gondolom, hogy kisebbségből küzdeni, az egyébként izgalmasabb, meg már bocsánat a szóért, de szórakoztatóbb is sokszor, mint pozícióból. Defenzívában van ma
a kereszténység sok fronton? Igen. Igaz az, hogy ez a legüldözöttebb vallás a világon? Igen. Korábban mindenki szeretett minket? Nem. Korábban tényleg igaz, hogy mindenki ért templomba? Nem. Korábban más volt a társadalom morálja? Mikor? Amikor nyilvános kivégzésre hordták a gyereket látványosságként? Vagy mikor lett volna más? Nem. Tehát azt gondolom, hogy a feladatunk az nem változott. Az aktuális feladatkiosztást, az aktuális szolgálatot, azt mindig meg lehet keresni, meg lehet találni, de a kulcsa ennek mindig az, hogy optimisten állunk-e hozzá. Volt egy rövid beszélgetésem itt a mai kerekasztal előtt, és ott felmerült az a kérdés, hogy újra kellett csomagolni például az egyházat, vagy a nekünk fontos témákat ahhoz, hogy a fiatalokat megszólítsuk. Szerintem nem kell újra csomagolni, a reformáció lényege az volt, hogy emberi nyelven beszéljünk, és közérthető és friss módon, az emberek számára befogadható módon fogalmazzuk meg ezeket a témákat. Pont ugyanez a feladat ma is. Semmi új nincs a nap alatt. A kérdés az, hogy a pozitív és derülátó magatartásod az mindenképpen örömre ad okot, de hogy ettől a helyzetkép, tehát az, hogy a napjaink fiataljai, mik a fontosak, és fontosak-e akár a református témák? Fontos-e az, hogy közösségben gondolkozzanak, és közösségben éljek? És ezt a kérdést intézem akár Péterhez is, aki minden nap találkozhat ezzel a kérdéskörrel, mert hogy gondolom dolgozol fiatalokkal együtt. Nehéz dolgod van, vagy könnyen tudod közösségbe szervezni őket? Úgy alakult, hogy az elmúlt évek során, a szolgálatom során elég nagy felületen találkoztam különféle formában fiatalokkal, és dolgozok is fiatalokkal. Én azt látom, hogy az életkérdések nem változnak. Az éhség nem változik. Az, hogy stabilitást akar egy ember magának, azt, hogy boldog szeretne lenni, azt, hogy meg szeretné találni az élete értelmét, ez nem változik. Az más kérdés, hogy másként rendeződik be a világunk, és az előző csatlakozva, a mai fiatalok, ugye vannak ezek a mondatok, hogy milyenek a mai fiatalok, én nagyon-nagyon mérges tudok ilyenkor lenni, mert sokszor ahelyett használjuk ezeket a mondatokat, hogy megismernénk azt a világot, amikben ők vannak, és amikben ők felteszik a kérdéseiket, vagy nem teszik fel, mert nem tudják hol tenni a kérdéseiket. Ez egy külön izgalmas rész. De minden, és az is rossz, hogy természetesen felgyorsult az a világ, amiben élünk, és sokkal több munkát kell nekem beletenni, hogy egy tizenévest megértsek. Ez munka, és ezt tanulnom kell, és ezt nem szabad megsporolni, de jó. Visszatérve a kérdéshez, pont például közösségre szükség van. Hadd mondjak egy példát. Ugye nagyon sokat szidjuk a fiatalokat, vagy szidják a fiatalokat a számítógépes játékok miatt. Nem tudom, hogy hallották-e a testvérek, hogy egyre több társas játékkör alakul, és fellendült a rendes táblás társas játékok piaca, meg gyakorlatilag egy forradalom zajlik, mert azok a fiatalok, akik nagyon sokan közülük, akik játszottak számítógépen, rájöttek, hogy ezt lehet úgy is, hogy leülünk egy asztalhoz, és együtt vagyunk, és ebből mennyi minden következik, és mennyire jó lesz, hogy egymással is tudunk beszélgetni. És ez még nem is jelenti azt feltétlenül, hogy rossz az, hogyha mondjuk leülünk a számítógép mellé és játszunk, az megint egy más terület. Szerintem meg kell érteni, ott kell lenni a fiatalok mellett, türelmesnek kell lenni abban, hogy értjük-e a nyelvüket, és akkor inkább az egyház oldaláról mondom, vagy a saját munkám oldaláról, magamról beszélek inkább. Nekem pedig úgy kell elmondanom azt az üzenetet, ami örök üzenet, és ami nem változik, hogy ezt viszont értse az a fiatal. Hogy értse az az ember, és most fiatalokról beszélünk, de ezt tovább is lehetne vinni. Sokszor a könnyű megoldást választjuk, az egyház oldalára, és azt mondjuk, hogy ezt tudni kell. Nem feltétlenül. Nekünk újra és újra el kell mondanunk, és itt elhangzott a frissesség. A frissesség ezt is jelenti, hogy értenek-e egyáltalán engem. Értik-e a hittanórámat, az ifjórámat, az igehirdetésemet, azok, akik ott ülnek, akik egyre inkább kívülről jönnek, úgy jönnek, hogy nem kapták meg az ehhez való alap
építőelemeket. De hát ez baj. Ezen dolgoznunk kell. A lényeg, és ezzel zárom le, én az éjséget és a kérdéseket látom a fiatalokban, a vágyat is a közösségre, a vágyat is az alkotásra, de ez megvolt szerintem 50 éve és 100 éve is, csak másként fejeztük ki magunkat. Először arra gondoltam, hogy Pétertől úgy fogom átvenni a mikrofont, hogy bár Péter cinikusan érkezett, de kereszténydemokrataként fog távozni, de úgy érzem, hogy már egy kereszténydemokratától vettem át ezt a mikrofont. Nehogy cinikusan távozzon. Nehogy cinikusan. Figyeljünk rá! És azért javasoltam, hogy először Gergő válaszoljon erre a kérdésre, mert ő segített nekünk abban, hogy meghatározza azt az értelmezési tartományt, aminek a mentén tudunk gondolkozni, vagy adott esetben én is tudok válaszolni, és bíztam abban, hogy majd igazolni tudom az általa elmondottakat. Úgyhogy én egy picit áttérnék az ifjúságkutatásokra és arra, hogy hogy látjuk. Ezt elteszem, mert én nem vagyok annyira magas, mint a többiek, úgyhogy még itt van két vizet, mert a szervezők hoztak közben, de van itt nálam, úgyhogy nem szükséges többet hozni. Amikor megkérdeztük a fiatalokat arról, hogy miben hisznek a leginkább, akkor még mindig azt válaszolják, hogy Istenben. Szerintem ez egy nagyon fontos állítás. Itt magyar fiataloknak feltett kérdésekről beszélek, vagy kérdésről beszélek, hiszen a 2000-es évek óta Magyarországon végzünk, és a Kárpát-medencében is nagymintás ifjúságkutatás. 4 évente 12 000 fiatalt kérdeztünk meg 2016-ban is arról, hogy hogy látják a jelenjüket, hogy látják a jövőket, és a vallás, az egyház az mindig kiemelt helyet foglal el ezekben a kutatásokban. És a másik nagyon fontos kérdés, ami ehhez kapcsolódhat, az a példaképeknek a kérdése, hogy kiket tekintenek a fiatalok példaképeknek, a celebeket, vloggereket, youtubereket. Nem tudom, önök mit gondolnak, hogy kik vannak vajon az első helyen. Nyugodtan mondhatnak erre valamilyen választ is. Ez csak egy tipp, tehát nagyon sokan... Tessék? Nem. Ne, így van, a szülők, a család. A család van még mindig az első helyen, utána a sportolók jönnek, és ami nagyon érdekes, vagy szerintem nagyon fontos figyelembe vennünk, az az, hogy a tanárok is egyértelműen megelőzik a celebeket. Tehát annak ellenére, vagy mindazzal együtt, hogy a 90-es éveket követően a család és az iskola, mint szocializációs terek vagy közegek mellett megjelent a média, és nagyon sokan azt mondják, hogy a média, és én is sokszor felteszem magamnak ezt a kérdést, hogy a média az vajon harmadlagos szereplő-e még mindig, vagy már megelőzi adott esetben az iskolát, vagy már megelőzi adott esetben a családot. Ezek nyitott kérdések, hiszen amikor azt mondjuk, hogy van olyan fiatal, vagy vannak olyan kutatások, amelyek azt alátámasztják, hogy vannak olyan fiatalok, akik több időt töltenek az online térben, mint amennyit a barátaikkal, vagy a családjukkal, vagy több időt töltenek az online térben, mint amennyit alvással, akkor ezeken érdemes elgondolkoznunk, de mégis azt mondhatjuk, hogy a példaképek között az első helyen a család szerepel, vagy a család van. Tehát ezek valóban olyan értékek a fiatalok mindennapjaiban, amelyek nem csak hagyományos vagy tradicionális értékek, vagy nem csak annak köszönhetjük, hogy ezek még jelen vannak, ezek élő értékek a mindennapjainknak a részét képezik. És azzal egyetértek, hogy tartalmilag nem érdemes újra csomagolni, mert nem kell mit újra csomagolni. De formáját tekintve viszont érdemes azon elgondolkozni, hogy az üzenetet milyen formában vagy milyen csatornákon juttatjuk el a fiatalokhoz, hogy tudunk kialakítani egy közös értelmezési tartományt, aminek része a kultúra, része a történelmi ismeret, történelmi tudat, része a hazaszeretet. És ezen értelmezési tartományon belül melyek azok a csatornák, amelyen keresztül mi
közös nyelvet tudunk beszélni. És nagyon szép volt ez a kifejezés Péter részéről, hogy jó, hogy a református nyelvet már ő is beszéli, mert szerintem nagyon fontos, hogy megértsük egymást, megértsük a fiatalokat, és egy olyan közös nyelvet beszéljünk, amelynek köszönhetően nem csak a szavak szintjén, nem csak a gondolatok szintjén és a tudat szintjén beszélgetünk egymással, hiszen nem biztos, hogy az a jó kérdés, hogy tudom-e, hogy Isten létezik, vagy nem tudom, hogy Isten létezik, hanem érzem azt, hogy Isten létezik, és azt nem mondják, vagy azt nem szokták mondani, hogy nem érzem, hanem érzem. Köszönöm szépen a válaszokat. Konstatálhatom az, hogy derülátó a beszélgetés, és egészen pozitív a helyzetjelentés a témával kapcsolatban, és ezt kutatási adatok alátámasztják, úgyhogy úgy tűnik, hogy egyetértésre jutunk. És hogyha többen említettétek, és Péter is beszélt itt a frissességről, a közös nyelvről, Bogi legutóbb, hogy hogyan szólítsuk meg a fiatalokat, újra kellett csomagolni a tartalmat, bár nem ebben egyetértettetek, de lehet, hogy mondjuk a kommunikációt, vagy a megszólítást, vagy a formai dolgokat igen. És több, már a tegnapi nap folyamán hallottam ezt a kérdést többször, a közösségi médiának a használata. Azért itt ültök az asztalnál ketten is, akik azért a közéletet formáljátok és alakítjátok. Használjátok-e a közösségi média felületeit? Van-e helye, és ezt Pétertől is kérdezem, van-e helye az evangéliumi üzenetnek az online térben? Nyilván sejtem a választ, de erősíts meg ebben. Illetve, hogy ti mire, hogyan használjátok közösség szervezőkként a közösségi médiát? Esetleg a személyes e-fajta identitásotokat közditek-e, megélitek-e ott a hiteteket, hogyha értitek, jól értsétek a kérdést, és erről szívesen meghallgatnám a válaszotokat. Nem tudom, mi legyen a sorrend, Péter kezdjen most. Használom is jelen vagyok, hiszen nem tudok más tenni, és nem is akarok más tenni, mert ez is egy felület, ahol egyfelől az ismerőseimmel, a saját barátaimmal tarthatom a kapcsolatot, másfelől a gyülekezetemmel is, hát híreket megosztani, bármi más, ma már a Facebookon kell elsősorban. Viszont én azt látom, hogy akkor van értelme, és akkor lehet használni ezt a felületet is, hogyha tartozik hozzá egy offline tér is. Ha én csak az interneten vagyok jelen, de egyébként megtalálhatatlan vagyok, és nem lehet velem leülni, egy asztalhoz beszélgetni, tovább beszélgetni arról, amit esetleg felmerül a közösségi médiában, akkor nem jutunk előre. Nem kell félni tőle, vannak jó, vannak rossz dolgok, lehet erre is arra használni, de ha eszközként gondolunk a közösségi médiára, és tanuljuk a közösségi médiát, hiszen ez is folyamatosan változik. Ugye mi még azt hisszük, hogy a fiatalok ott vannak, ahol mi elkezdjük őket megszólítani, és ők már régen kétszer másik felületre léptek át. Tehát, hogy ezt is tanulni kell, és ezt is figyelni kell. De a lényeg az, hogy én azt látom, hogy ha nem tartozik hozzá, és nem egészíti ki egy valós elérhetőség jelenlét, a négy szem közti beszélgetésektől a csoporton át egészen, most az egyházról beszélünk, egy élő gyülekezet, ahol egymásra is kíváncsiak az emberek, és egymást is segítik az embert, akkor úgyse fog semmit se érni, csak pót cselekvés lesz. Viszont ha van, akkor ezt is tudjuk használni, és kell is használnunk, méghozzá megfelelő módon. Tehát ez nagyon fontos. Kicsit visszakanyarodnék az előző kérdéshez, és onnan indítanék, hogy mi az, ami nem változott az elmúlt századok alatt. Tehát az egyik dolog, ami szerintem nagyon szép, hogy a személynek, és ezen belül is a karizmának a szerepe, az a technológia miatt nem változott meg egyáltalán. És most ugyan a hitről beszélgetünk, de általánosságban a közélet kapcsán el lehet mondani ezt. Sokan azt gondolták, különösen magukat progresszívnek mondó véleményformálók a nyugati világban, hogy a technológia, és különösen a közösségi média, az meg fogja változtatni a politikát. De valójában a politika változtatta meg a technológiát. És azt látjuk, hogy közösségi média ilyen vagy olyan technológia
kampánybüdzsé, technikai eszköztár sosem tudja pótolni a személyes karizmát, meg az erős mondást. És ugyanez igaz a missziós feladatra is. Az idei Brain Bar Fesztiválon az egyik vendégünk Jordan Peterson volt, egy kanadai pszichológus, aki nagyjából a következő szavakkal, fogalmakkal írható le: fehér, férfi, egy egyetemről jön, konzervatív, hívő, és egyháztörténetről, meg klasszika filológiáról beszél a YouTube videóin. Hogyha 4 évvel ezelőtt valaki felsorolja ezeket az attribútumokat, és azt mondja, hogy ő lesz 2019-ben a legnépszerűbb véleményforma a YouTube-on, akkor azt mondom, hogy te nem a Marsra jöttél, barátom. Tehát ez kizárt. És ő az. A karizmája miatt. Meg amiatt, mert nagyon hisz abban, amit mond. És átéli. És ezáltal én is át tudom élni, hogyha hallgatom. És erre való szerintem a social media. Ha megvan az üzenetünk és a hangunk, akkor azt fel tudjuk vele erősíteni. Ha nincs meg, akkor nem fogja pótolni. Ha megvan, de nem használjuk, akkor meg nem fogják hallani. Szerintem azért nagyon jó, hogy Gergő megfordította, hogy az angol kifejezést használta, mert nem feltétlenül közösségi médiáról érdemes beszélnünk, hanem sokkal inkább szociális médiáról, és innen is érdemes megközelíteni. Az érdeklődést fel lehet kelteni, de azokat az üzeneteket ugyanolyan formában nem lehet eljuttatni ezeken a felületeken keresztül, hiszen teljesen más, akár egy élő beszélgetés során is, mind az észlési képesség, mind az ítélő képesség, más lehetőségünk van a kommunikációra, mint ezeken a felületeken. És az tény, hogy a fiatalok jelen vannak, annyira jelen vannak, hogy ide is mondanék azért egy pár adatot, ami mindenképpen tanulságos, vagy legalábbis elgondolkoztató. A 2000-es évek elején 10 fiatalból mindössze egy fiatal nyilatkozott úgy, hogy az otthonában is, vagy az otthonából is könnyen hozzáfér az internethez. A 2016-os kutatás adatai alapján azonban azt látjuk, hogy 10 fiatalból most már 9 fiatal nyilatkozik így, és szinte teljesen függetlenül attól, hogy ő nagyvárosban, vagy kisebb faluban, községben él, hogy Észak-Kelet-Magyarországról származik, vagy Nyugat-Magyarországról, vagy adott esetben Kárpátaljáról, vagy Felvidékről. Szerintem ezek mindenképpen fontos adatok, és a fiataloknak több mint 80%-a használja naponta ezeket a tereket, vagy van jelen naponta ezekben a terekben. És amikor fiatalokról beszélek, akkor itt a 15 és 29 év közötti fiatalokra gondolok elsősorban, amiről vannak adataink. Ezért fontos, hogy jelen legyünk, de azt is láthatjuk, hogy pontosan hány másodpercig tudjuk lekötni a figyelmét a fiataloknak, és azért az információ áramlás, vagy az információ mennyisége, ami ezen keresztül elér mindannyiunkat, az óriási. De hogyha valóban vannak olyan karizmatikus személyek, vannak olyan gondolatok, ezeket a gondolatokat át tudják adni, ami felkelti a fiatalok érdeklődését, akkor ez egy plusz lehetőség arra, hogy őket el tudjuk érni. Csak töltsük meg tartalommal, és értelmes tartalommal. Onnan jutott eszembe egyébként ez a kérdés, ez a okos kütyük social media irány, hogy mikor beléptünk ide ebbe a terembe, akkor Péterrel pont egymás foglaltunk helyet, és egyikünknél sem volt énekeskönyv, de volt nálunk egy telefon, ami van énekeskönyv applikáció, úgyhogy ha megtöltjük értelmes tartalommal a modern világ vívmányait, akkor valóban itt sülhetnek ki csoda dolgok.
És hogy mennyire fontos az, engedjetek meg még egy személyes megjegyzést, mennyire fontos az tényleg, hogy időszerűek legyünk, frissek legyünk, tartalmában állandóak, de formájában megújulni tudok. Itt voltak pár napja svéd barátaim, 20 évesek, és azon svéde, a svéd társadalom azon tagjai közé tartoznak a meglepő 5%, akik hasonló életlátással rendelkeznek, mint mi. Mert azért a társadalmi különbségek azért ezt valljuk be vannak a magyar és a svéd társadalom között, de ők abszolút hasonló életfelfogással rendelkeztek, mint én, és ők mondták nekem, hogy például a Facebook az már ott az idősebb generáció online felülete. És akkor egy kicsit megijedtem, mert hogy mondták, hogy mi már egymással csak az Instagramon kommunikálhatunk, és a Snapchaten. Tehát ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy mennyire szörnyen gyorsan rohan a világ, mennyire jelen van a fiatalok életében a 0-24 órás online jelenlét, és ez a sok állandó impulzus között kell utat törni azoknak az értékes felvetéseknek és gondolatokat, amit itt ti is megfogalmaztatok, és ebben egyébként a Brain Bar valóban egy eszméletlen pozitív példa. Több ilyet kérünk szépen. És akkor nem szeretnék aktuál politikáról beszélni, és még abba sem szeretnék belemenni, hogy itt most azon... Abba... Mi szeretnénk. Szeretnéd? Oh. Akkor mégis egy kicsit, mégis egy kicsit. Akkor fórumot teremtek ennek. De abban azt a vitát nem szeretném megnyitni, hogy kell-e most azt jellemeznünk, hogy a keresztény értelmiségiek alkossanak véleményt aktuál politikáról, az aktuál politikusok magyarázzanak keresztény fogalmakat, vagy magának a kereszténységnek a fogalmát, ugye ez állandóan visszatérő téma, viszont, ha kicsi aktuál politika, hogy azért vannak vezető politikusok Magyarországon, akik a keresztény demokráciát jellemzik, és megadják a fogalom tartalmát. És ebből kettő dolgot szeretnék kiemelni, egyébként a miniszterelnökről van szó, aki különböző fontos oszlopokat és oszlopait és tartalmát jelölte meg a keresztény demokráciának, és ebből kettő támpontot szeretnénk most egy picit megvitatnánk. Az egyik, ő azt mondta, hogy olyan keresztény demokráciát szeretnénk építeni, ahol a családokat támogatjuk, mert a család is egy érték. A keresztény beszélgetésünk egyik témája az, hogy mik a keresztény demokrácia témái. Lehet-e például ez az egyik támpont egy népszerű és modern megközelítésben témája a fiatalok tekintetében a keresztény demokráciának, tehát a család, mint érték, illetve egy másik, ahol a globális ideológiákat elvetjük, mert hiszünk a nemzet fontosságában. És akkor először a családról kérdeznék Illés Boglárkától, mint lehetséges, kimondott érték természetesen, de mint egy lehetséges népszerű téma is akár a fiatalok körében. Talán azzal kezdeném, mielőtt a családra rátérnék. Gergő mondta, hogy de mi szeretnénk, és ezt tapssal alá is támasztották, hát igazából ez maga a demokrácia, hiszen többségi felhatalmazás alapján beszéltünk most aktuál politikai kérdésekről, úgyhogy ezúton is köszönjük az ebben való részvételt. Egyébként nem mondtam volna ki miniszternek nevén, de így köszönjük szépen a megerősítést. Onnan közelíteném meg, hogy miért fontos a család, vagy miért örülhetünk annak, hogy természetes számunkra, természetes a magyar fiatalok számára is, hogy a család az első. És most nem feltétlenül a családvédelmi konzultáció eredményeire szeretnék hagyatkozni, hanem sokkal inkább arra, hogy amikor megkérdeztük a fiatalokat arról, hogy mi az, ami számukra hiteles információforrásnak tekinthető, vagy amikor az életükben felmerülő komoly döntések, dilemmák előtt állnak, akkor kikre támaszkodnak, ezt kikkel vitatják meg, és hogy indulnak utána tovább, vagy hogy teszik meg az életük további lépéseit, akkor első helyen ugyanúgy a család van. Nem a hírek, vagy nem az információs portálok. Nyilván az is segíthet bizonyos döntések meghozatalában, hogyha ezeken keresztül tájékozódnak, de mégis a család és a barátok azok, akikre ők hagyatkoznak, és akikre támaszkodnak. És amikor megkérdezzük arról a fiatalokat, hogy képzelik el a jövőjüket, családban, házasságban, családban képzelik el a jövőjüket, szeretnének-e gyermeket vállalni, akkor a fiataloknak, mindössze magyar fiataloknak, mindössze 6%-a nyilatkozik így, hogy ő nem
házasságban képzeli el a jövőjét. Tehát azért azt látjuk, hogy még mindig többségben vannak azok a fiatalok, akik házasságban és családban képzelik el a jövőjüket. És amikor azt kérdezzük, hogy szeretnének-e gyermeket vállalni, hogyha igen, akkor hány gyermeket szeretnének, akkor a fiatalok többsége több mint 3 gyermeket szeretne vállalni. Persze az már egy jogos kérdés, hogy a tervek és a tények között miért van különbség, vagy legalábbis mi lehet az oka, hogy a vágyott gyermekek adott esetben nem születnek meg. És ezekre érdemes válaszokat adnunk. És amikor megkérdezzük a fiatalokat arról, hogy a szülőföldön való boldogulásnál mi az, ami számukra fontos vagy elsődleges, vagy ők miért döntenek úgy, mi az a kötőerő, ami számukra egy biztos talajt jelent, vagy biztonságot nyújt, akkor legelső helyen ugyanúgy a családot említik, második helyen a barátokat, és harmadik helyen pedig a hazaszeretetet. Hogyha ez a fiatalok számára is fontos, és számunkra is fontos, akkor szerintem nem lehet kérdés, hogy ezeknek a megerősítése és ezeknek a támogatása, a közösségek megerősítése, támogatása, és itt kiemelt helyet foglal a család, az számunkra is elsődleges kell, hogy legyen. Hát azt is szeretném, hogyha rögzítenénk, hogy ez biztos, hogy nem mindig volt így, ahogyan Bogi most ezeket az adatokat elmondta, és lehet, hogy a fiatalok nem tudnak róla, de az ő világnézetükre hatással volt az elmúlt 9 évnek a kormányzása. És az, hogy a közös prioritásainkat hol helyeztük el. Van egy másik példa, amit gyakrabban emlegetnek a politikai elemzők, ugye ez a kettős állampolgárságnak, meg a határon túliak állampolgárságnak a kérdése, ahol ugyan volt egy nagyon csúfos, sötét emlékű akciója az akkori kormányzatnak, de a nap végén a társadalom viszont átfordult. És végül hosszú távon mi győztünk, ezt mondhatjuk. Szerintem ezeknek az alapvető értékeknek az elhelyezése a fejekben, a megfelelő polcra helyezése, ez az elmúlt évek szisztematikus, módszeres munkájának az eredménye. Szeretném, hogyha ezt rögzítenénk, hogy ez nem magától van ám így, hanem ezért dolgozni kell. Szerintem az a legizgalmasabb kérdés a jövőre nézve, amit Bogi is említett, hogy mi az oka a különbségnek a vágyak és a megvalósult számok, tények között. És ez már bizony egy sokszor nagyon száraz, profán, technikai kérdés is. Tehát például az, hogy hogyan lesz 0 gyerekből egy családban, az már jelentős mértékben függ attól, hogy el tudja képzelni, és ez egy érzelmi kérdés, el tudja képzelni, reálisnak látja-e valaki azt, hogy ő következő éveiben eleget keressen ahhoz, hogy abból egy saját lakást meg tudjon venni abban a városban, ahol szeretne élni. És amellett egyébként ki tudja termelni azt a pénzt, amivel egy gyereket méltó körülmények között fel lehet nevelni. Tehát innentől kezdve ez nagyon csúnya szó, ez egy szociálpolitikai kérdés. És például az, hogy érvényesítjük-e a keresztény demokráciának az értékeit, az részben lakáspolitikai kérdés például. Tehát az az izgalmas szerintem a keresztény demokráciában, hogy miközben azt hiszem, hogy az elvi síkon helyére kerültek a dolgok, és tudunk hosszan beszélni róla, hogy milyen értékeket jelent ez, a gyakorlatban rengeteg feladatot ad ez, és ezekben az években szerintem a kormányzás az arról szól, hogy a gyakorlat világában ez levezetésre kerül. Tehát ilyen szempontból például a babaváró támogatás, nem az én szakterületem, csak mint laikus újságolvasó mondom ezt, az egy mérföldkőnek számít, mert az már arról szól végre, hogy hogyan lesz 0-ból 1, és nem hogy lesz 3-ból 4, meg 2-ből 3, ami fontos beszélni róla, de a problémának a mély rétegeivel is foglalkozni kell. És engem például mostában nagyon foglalkoztat az, hogy Budapesten 16 évig kell dolgoznia valakinek ahhoz, hogy összejöjjön egy saját lakásra való. Ez Európában, Milánó után a második legnagyobb szám.
Milánot kivéve minden európai városban kevesebb idő alatt összejön egy átlagkeresetből egy lakás, mint Budapesten. És úgy amúgy örülünk neki, hogy külföldiek, kedves svéd kollégák, meg mások nagy számba vásárolják fel a lakásokat, mert valamit sejtenek a jövőről Budapesten. Tehát Isten hozta őket, de azért a prioritások legyenek a helyén, helyükön. Tehát engem az érdekel például a következő években, hogy hozzá tudjuk-e igazítani a kereszténydemokrata értékeinkhez a cselekvésnek ezeket a sarokpontjait. Optimista vagyok ezen a területen, de a nagy kérdés az ez. És a végén majd meglátjuk, hogy milyen eredményt hozott. Csak egy dolgot szeretnék még ezzel kapcsolatban mondani, hogy egyébként meg ennek az eredménytől függetlenül sincsen alternatívája. Tehát azt látjuk, hogy a demográfiát, ami az emberiség sorsát döntően meghatározza évszázadokon, évezredeken át, azt egyébként kormányzati eszközökkel nagyon nehéz befolyásolni. Senki nem tesz annyit ezen a területen, mint a magyar kormány, ezt tudják mások is. De még így se biztos, hogy belátható időn belül óriási trendfordulót sikerül elérni, akkor is, hogyha a legjobban végzi a munkáját Bogi Novák katalán titkárasszony miniszterelnök. De ha az esélyek nem mellettünk szólnak, akkor is ez a kötelesség. És megint visszatérek az elejére, hogy ezeket a dolgokat akkor is meg kell tenni. Hogyha egyébként sok jel mutat arra, hogy a racionális az lenne, hogy bedobjuk a gyeplőt a lovak közé. Tehát nincs alternatívája. Nincs alternatívája az optimizmusnak, a derülátásnak, az abból fakadó cselekvésnek, nincs alternatívája annak, hogy a református közösség politizáljon. Ezeknek nincs alternatívája. Ezek valójában nem kérdések, hanem most ez a dolgunk. És a gyakorlatban meg kell valósítani azt, amiről az elvek szintjén sokan egyetértünk. Én egy kicsit visszább lépek, készültem. Az elmúlt héten több 10-20 éves fiatal, akit ismerek, volt tanítvány, megkérdeztem néhány kérdésben, például, hogy ismerik azt, hogy keresztény demokrácia, hogyha ezt a szót fel kellene tölteni valamivel, mi lenne, mi érdekli őket a politikában. Ezek a fiatalok mind olyanok, akik 5-10-20 év múlva reménység szerint itt ülnek. Tehát leendő, vagy már most értelmiségi pályán lévő keresztény családból származó fiatalok. És nagyon izgalmas az ő válaszaikban, meg egyébként a körülöttem lévő fiatalokat nézve is, hogy család és nemzet, ez nem feltétlenül kerül ez így elő, nem áll ki egy 19 éves, hogy nem mindig, hogy család és nemzet, viszont az előjön, hogy szeretnék szeretni a hazájukat, szeretnék itt, hon megtenni azt, amit ők meg tudnak tenni. És ez előjött a válaszaikban egyébként nagyon. Csak nem, ugye itt fiatalokról beszélünk. Előjött az, hogy ahhoz, hogy a jövőjüket el tudják képzelni, ahhoz olyan keretek kellenek. Ugye még így néznek körül a 10-20 évesek. Foglalkozni kell a környezetünk állapotával. Hiszen, hogyha ez nem lesz, akkor nem tudunk családot alapítani, amit szeretnénk, és a nemzettel is gond lesz. És egyébként a keresztény demokrácia ilyen irányba is nagyon jól el tudna menni, hiszen megvan az alap, a bibliai alap is. De előjött az, hogy a civilizációs jövőképek, valaki így fogalmazta ezt meg, hogy hogyan tovább, hogy hol fog elhelyezkedni Magyarország. Előjött az oktatás, fiatalok beszélnek erről, ez egy legfontosabb dolog, hiszen ebben vannak. Az egészségügy, az, hogy a szegények, a rászorulók segítése. De mindez nem politikai fogalmak szintjén, hanem a saját életük miatt. És itt kapcsolódnék vissza. Miért? Mert szeretnének stabilan, itthon, családban boldogulni, mert ezt látják, ezt hozták magukkal, vagy ha nem ezt hozták magukkal, akkor ezt szeretnék felépíteni. Szóval tényleg fontos. A másik izgalmas tapasztalat nekem ebből a pár kérdésből, hogy ez a keresztény demokrácia dolog, ez lehetőséget ad arra, hogy újra gondoljuk, újra tartalommal töltsük, meg olyan tartalommal, ami egyébként mindig is része volt. És azoknak a fiataloknak, akik számára a hit, a vallás, a tradíciók fontosabbak,
azok találjanak valamit, ami politikai téren is az övüké, és lehet, hogy más, mint olyan trendek, amikhez viszont nem akarnak csatlakozni, és jelen vannak a világban. De nagyon érdekes válaszok jöttek. Csak még egy gondolat, hogy szerintem eljutottunk arra a pontra, életminőség tekintetében, meg itthoni életperspektívák dolgában, miközben sok feladat van még, de eljutottunk oda, hogy most már szerintem népszerű elvándorlás témában az elvándorlás elleni legjobb eszköz az, hogyha kiküldjük a fiatalokat külföldre egy kicsit körülnézni. Szabad, akkor még egy pár gondolatot ezzel kapcsolatban én is megosztanék. Egyébként ösztöndíj formájában 14 milliárd forinttal támogatja évente a kormányt a fiatalokat, hogy menjenek külföldre, és ott is szerezzenek gyakorlatot, tapasztalatokat, folytassanak tanulmányokat. Egy-két dologra reflektálnék a Gergő és a Péter által elmondottakra. A babaváró támogatás nekem is személyes kedvencem, abból a szempontból, amit Gergő is említett, hogy valóban azt segíti elő, hogy a nullából egy legyen, és nem csak az, hogy a kettőből három, vagy a háromból négy. De én a családvédelmi akciótervnek még két másik intézkedését mindenképpen megemlíteném, ami szintén egy nagyon komoly váltást is eredményezhet, akár a kultúránkban, gondolkodásunkban. Az egyik a négy gyermeket vállaló és felnevelő édesanyáknak a személyi jövedelemadó mentessége, és ez egy olyan intézkedés, ami valóban arra polcra teszi azt az értéket, ahova való, és hogyha valaki négy gyermeket vállal és azt fel is neveli, akkor ő ezt nem csak hogy megérdemli, de a társadalom számára, vagy a társadalom elé is mintaként állítható. A másik, ami 2020. január 1-től kerül majd bevezetésre, ez a nagyszülői gyed. Szerintem ez is egy nagyon komoly lépés, és lehet, hogy ennek az intézkedésnek kevésbé lesz látható a rövid távú hatása, mint például a babaváró támogatásnak, de szerintem közép és hosszú távon nagyon komoly és láthatóvá válhat ennek az eredménye, hiszen nem csak a generációk közötti együttműködést tudja elősegíteni, hanem a családtagok támogató részvétele a gyermekek életében, és itt nem csak az édesanyák, édesapák, hanem a nagyszülőknek is a támogató részvételét tudja elősegíteni, úgyhogy az állam is, vagy a kormány is mellé áll, és ezt anyagilag is igyekszik elősegíteni. Tehát amiről most mi is beszélünk, párbeszéd fiatalokkal, értsük meg egymást, legyen közös nyelvünk, azt időráfordítás nélkül nem lehet elérni. És az időráfordítás is nagyon fontos, a minőségi idő, hogy figyeljünk egymásra. Egy nagyszülői gyednek köszönhetően lehet, hogy több olyan lehetőség lesz, amikor a nagyszülők az unokákkal minőségi időt tudnak együtt tölteni. Én úgy gondolom, hogy ez szintén mindenképpen egy nagyon fontos lépés. És ami még a jövőképet illeti, a fiatalok jövőképét. Nem csak a jelenlegi intézkedések azok, amik ezt meghatározhatják. A Deloitte-nak éppen most jelent meg az egyik kutatásának az eredménye, vagy legalábbis a gyors jelentése. Több mint 40 országban végezték ezt el. A Y és Z generáció sokat kutatták elsősorban. Én ezt úgy egyszerűsíteném le, hogy azokat kérdezték meg, akik a 80-as évek elejétől a 90-es évek közepéig születtek, illetőleg azokat, akik a 90-es évek közepétől, mondjuk 2010-zel bezárólag születtek, és ők hogy látják a jelenüket, hogy látják a jövőket. Érdekes módon ebből a kutatásból Magyarország kimaradt, de milyen jó, hogy nekünk is van nagymintás ifjúság kutatásunk és Eurostatunk, és akkor ezt mellé tudjuk tenni. És ebből a kutatásból azt látjuk, és úgy fogalmaz a Deloitte is, hogy egy talajvesztett generációról beszélhetünk, ugyanis bizonytalannak látják a jövőjüket,
És a lakásra visszatérve, ez a kutatás azt mondja, hogy a fiatalok számára a lakás vagy az otthon, otthonteremtés kérdése az már nem fontos, nincs a legelső helyen. Még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy a Magyarország ebből a kutatásból kimarad, de nem sokára, vagy mindjárt mondom azokat az adatokat is. És ebben a kutatásban azt is leírják, hogy amikor a gazdasági válságot megélték a fiatalok, és megélték azt 2008-2009-es évben, hogy a fiatalok körében megjelent a tömeges munkanélküliség, és ez pont abban az időszakban volt, amikor ők vagy a munkaerőpiacra beléptek, vagy legalábbis már tervezték a munkaerőpiacra történő belépést, akkor ez a későbbiekben is őket végigkíséri. Ez egy olyan frusztrációs vagy traumatikus élményt jelentett az ő számukra, vagy jelent az ő számukra, ami attól függetlenül végigkíséri még őket, hogy már most 2019-ben nekik adott esetben van egy biztos munkahelyük. Ezt azért emelném ki, mert a stabilitás vagy kontinuitás állandóság az legalább olyan fontos az intézkedések vonatkozásában, mint az, hogy most van valami, ami jó és ami pozitívan éri a fiatalokat, vagy ami kedvező a fiataloknak. És ezért is vagyunk egy olyan, hát nem szerencsés, áldásos környezetben és állapotban, hogy elmondhatjuk, hogy a fiatalok ezekre az intézkedésekre még biztos, hogy 2022-ig számíthatnak, és reményeink szerint még azt követően is, és ezekre az intézkedésekre, ezen intézkedéseknek egy részére már korábban is számíthattak, és láthatják, hogy ezeknek az intézkedéseknek a köre az bővül. És hogy ezek nem adhok intézkedések, hanem egy érték mentén való támogatásoknak a megjelenése. És hozzátenném a magyar adatokat is, mi azt látjuk a fiatalok vonatkozásában, hogy bizakodóak, optimistábbak, mert hogyha a 2016-os ifjúságkutatás adatait összehasonlítom a korábbi kutatási adatokkal, akkor itt is felszoktunk tenni ebben két kérdést, vagy ezekben két kérdést. Az egyik az az, hogy hogy ítéli meg a fiatal az elmúlt éveket, hogy éli meg ezt saját maga, hogy ítéli meg a család viszonyait, akár a gazdasági viszonyokat, akár egyéb viszonyokat, hogy ítéli meg az ország viszonyait. És a másik kérdésünk, hogy milyen a jövőképe, tehát hogy mennyire optimista, mennyire bizakodó. Itt azt látjuk, hogy a fiataloknak már több mint 30%-a nyilatkozott úgy, hogy bizakodó, és látjuk, hogy még azért vannak olyan fiatalok, akik ezekre a kérdésekre kevésbé válaszolnak határozottan, de hogyha azt is megnézzük, hogy korábban ezekre a kérdésekre a fiataloknak kevesebb, mint 10%-a válaszolt egyértelműen bizakodóan, akkor itt mindenképpen egy pozitív előre mozdulásról beszélhetünk, vagy elmozdulásról beszélhetünk. És Gergőnek abban igaza van, hogy a magyar fiatalok számára a lakás és az otthon az még mindig elsődleges. Mindezt azzal együtt mondom, hogy az előbb említettem, hogy ez a tendencia nem mindenhol van így. És ez leginkább akkor látható markánsan, amikor azokat az okokat vizsgáljuk meg, hogy a tervek és a tények, vagy a vágyak és a tények között milyen akadályok lehetnek. Itt feltesszük a kérdést a fiataloknak, hogy a felnőtté válásnak melyek azok a mérföldkövei, amelyeket ők mérföldköveknek tartanak, és itt a fiatalok elmondják a tanulmányoknak a befejezését, első önálló munkahely, jövedelem, saját önálló jövedelem, de ugyanúgy felsorolják a szülőktől való elköltözés, vagy a saját lakásba és otthonba való költözést. És a babaváró támogatás, hogyha akár a csokkal együtt nézzük, akkor ez már egy nagyon komoly segítség a fiataloknak, és tekintettel arra, hogy én Máté Szalkáról származom, ezért nem csak Budapestről nézem, vagy nem csak a budapesti fiataloknak a helyzetét nézem, hanem ugyanúgy Észak-Kelet-Magyarországon, vagy Délnyugat-Magyarországon.
És ugyanolyan fontos, vagy fontos kell, hogy legyen, hogy a fiatalok számára minél több lehetőséget biztosítsunk Pécsen, vagy Kecskeméten, vagy Debrecenben, vagy nem csak a nagyvárosokban, megyei városokban, hanem kisebb településeken. És a falusicsok például éppen ezt hivatott elősegíteni. De van egy ugyanilyen fontos programunk, ez az Esély Otthon program, csak méltatlanul kevés figyelemben részesül. Az Esély Otthon programmal az volt a célkitűzésünk, hogy a 20 000 fő lakosság szám alatti településeknek segítsünk, azoknak a településeknek, ahol látjuk, hogy a demográfiai mutatók azok egyértelműen csökkenő pályán vannak. És ezeknek az önkormányzatoknak abban kívántunk segíteni, hogy vagy az ő tulajdonukban, vagy az önkormányzat és egy konszorcium partnerének a tulajdonában lévő ingatlan felújítását követően, vagy felújításához hozzájáruljunk, hogy a felújítását követően legalább 2 éven keresztül fiataloknak teljesen ingyenesen bocsássák a rendelkezésükre, de ezen kívül abban is segítettünk nekik, hogy hiány szakmákban való elhelyezkedés során ösztöndíjat tudjanak adni, vagy biztos a fiataloknak, tudjanak nekik olyan továbbképzés lehetőséget biztosítani, ami segít nekik az adott városban, községen való elhelyezkedésben. Ezen pályázati konstrukció mentén először 10 milliárdos kerettel hirdettük meg a pályázatot, az önkormányzatok akár 200 millió forintra is pályázhattak. Megnéztük, és potenciálisan több mint 300 önkormányzat lett volna, aki erre a pályázatra vagy konstrukcióra benyújthatta volna a támogatási kérelmét. 66 olyan önkormányzat volt, aki nem csak hogy elkötelezett amellett, hogy minél több fiatalnak megteremtse az adott község vagy városban való boldogulás lehetőségét, hanem ő tett is ezért, és benyújtotta a pályázatot. És amikor láttuk, hogy van 66 ilyen önkormányzat, akkor javaslatot tettünk arra, hogy a konstrukciót bővítsük, és ne legyen egy olyan önkormányzat sem, akinek a feltételeket ne tudnánk biztosítani, vagy legalábbis ne tudnánk esélyt adni ahhoz, hogy minél több fiatal ezeken a településeken el tudjon helyezkedni. A települések között van például Vásárosnamény, vagy Kisvár, tehát nagyon sok Tokaj, nagyon sok kisebb település is, és most jelenleg ennek a megvalósítása zajlik, hiszen ezeket a kérdéseket érdemes komplex módon kezelni, tehát önmagában azzal, hogy egy fiatal számára lakhatási nehézségeket igyekszünk közösen leküzdeni, vagy ezeket az akadályokat elhárítani, az még nem biztos, hogy elegendő. Érdemes több olyan segítséget nyújtani, ami megteremti számukra az adott településen vagy szülőföldjükön való boldogulás lehetőségét. Jelenleg ennek az Esély Otthon programnak a megvalósítása zajlik, és bízunk benne, hogyha a programot a végén is sikeresnek értékeljük, akkor utána a folytatása mellett tudunk majd dönteni. Köszönjük szépen! Jegyzőkönyvben kelljük rögzíteni az államtitkárságnak, szeretettel gratulálunk, és további ilyen jó és sikeres programokat kérünk. Sajnos az időnk lejárt, és mesterségesen még nem vagyunk képesek az időnek a megállítására, ezért most be kell fejezzük. Nagyon jó volt veletek beszélgetni, és nagyon sok kérdésem maradt még, de talán majd egy másik alkalommal. Önöknek nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmüket. Az üzenetünk az, hogy talpra esetnek kell lenni, pozitívan és derületlenül állni a dolgokhoz, életszerű kereszténységet élni, és ahogy Madács is mondta, az élet célja a küzdés maga, reformátusokként tovább küzdünk az igazunkért. Köszönjük, hogy meghallgattak minket!